Jó reggelt, Vietnám! Üdv a csatornán! Szevasztok, gyerekek! Hát hoztam nektek egy kis Farming Simulator konkurenciát. Igazából ez a játék akart lenni, úgymond a Farming Simulator legnagyobb konkurense, ugye? És úgy gondoltam, hogy adjunk neki egy esélyt, és próbáljuk ki, hogy milyen dolgokkal szerette volna a Farming Simulator becsicskítani, beállítani a sarokba ez a csodálatos játék egyébként. Ami a legnagyobb ilyen újítás volt részükről talán, amit soha a Farming Simulator sorozat nem tudott meglépni, és szerintem még a Farming Simulator 25-be se fog, az nem más, mint a fizika. Igen, ebben a játékban van talajdeformáció, meg még egy csomó minden, meg elvileg jobban működnek a járművek, mármint fizikai szempontból, de próbáljuk ki, gyerekek, igazából a képen nem nézett erről semmit. A profil névem az Ryzen PC, úgy látom. Ne már, micsoda arcok, gyerekek, ez ki ez a csáva, ez valahol elismerős. Azt a betyár, várjál. Van egy csajunk, van egy ilyen Jürgen izéből, ez szerintem ilyen Jódli énekes teamből valószínűleg, az Oktoberfesten éppen pózol. Hoppá, gyerekek, hát van egy ilyenünk is, arcunk, ez nagyon érdekes, vannak báláink is. Ezeket honnan szedi ezeket a képeket, gyerekek, meg van egy ilyen csaj. Ezek ilyen full random képek szerintem a netről. Ne már, nézd oda. Itt meg megjött a izé, a Leona profi, csak ki van öregedve egy kicsit. Az még mindig bánkódik, hogy jaj, az a csaj, az nagyon fiatal volt hozzám a filmben. Ó, az öreg, Shatter, ez meg szerintem nem tudom, ez meg Gyuri bácsi a hegyről. Ül a izébe, a kocsmába. Aztán van egy ilyen csajunk, hát gyerekek, ezeket a képeket tényleg ilyen furrandom szedték a netről, ahhoz ilyen így beütötték, hogy face, vagy nem tudom, ilyen farming face, és akkor ezeket dobta. Ne, van egy ilyen borák. Ezeket végig kell nézni, hát ezek nagyon jók. Hát ez nagyon jó. Van egy búzakon, az van egy van egy ilyen kéz, ez is egy ilyen tipikus ilyen netes kép, amikor ez ilyen stock képek. Krumpli, kézbe. Van egy csávó, aki éppen valami ás valamit ki. Egy parkba szerintem egyébként, mert ott egy ilyen pad, nem tudom. Hoppá, valaki fog, ez olajretket így fogja. Nem hiszem ezek a gépek, gyerekek. Ez nagyon komolyak. Mosolya fűzőjét. De egyébként jó, mert van változatos, és csomó képet tudsz magadnak, ilyen profilképet. Ugye gondolom, ez multiba lenne fontos. Van egy tyúk, hát ez nagyon illik hozzá, van egy tyúk. Van egy föld, oké. Okay. Van egy öreg Shatter, ez is, nem is tudom, ez is nagyon ilyen képnek tűnik, netről szeretnek. Van búza, van egy csávó Ben, kakila a fübe, fejbe húzta a sapkát, fotózzák, nem akarok benne lenni a játékba, de most már később benne vagy. Van egy talicska szar, ez nagyon jó egyébként, az ironikus talicska szar. Ó, birka, igen. Most majdnem mondtam valamit, hogy milyen szavazóknak is készült készült profilkép. Oké, okay. Egy kis, az mi ez? Árpa lehet? Talán ez nem búza, nagyon ilyen hegyes szemű. Van egy ilyen valami. Van egy malac, ez nagyon jó. Ó, ez nagyon, kicsit görbe az orra, ez nagyon sokat verekedett, ez biztos valami Thai boxos csávó volt, és mindig csak a bal horgokat nyelte be. Jobb horgokat tudta védeni, bal horog az mindig beakadt nála, amikor bunyóztak. Azt a megyár! Hát ez hogyan mosolyog? Ezek ilyen mémeknek jó lenne, komolyan. Rohadt jó, nagyon tetszik ez. Oké? Okay? Ezeket nagyon szerették, ilyen kézfétista, fétista valójában szó volt ez a csávó, nem láb, fétisbusa volt, hanem kéz. Igen, mondom, kéz az nagyon szeretik ezeket. Oké, okay. Ez eléggé nem biztató szerintem ez a nem tudom mi ez a föld. Aha, nő a kukorica, jó. Itt meg kizavarták, érted? Figyelj Józsi, 53 kép kellett volna, hiányzik még egy, csak 52, ha megyél ki a izébe, ide a parkba, szembe, fotozzál már egyet. Ez jó, ezt tetszik ez a kép. Jó. Izé, kapa. Az igen, gyerek, öcsém, azzal a kapával neki álltál azt a földet így izéni? Megmunkálni? Tudsz valamit ember? De egyébként egy darab traktor meg semmi eddig nem volt. Hopp! Ez meg a izé, várjatok. Ezt tudom ki. Ez a Familia Kft-ben volt az öreg, nem?
Átment mezőgazdaságba, itt a csávónak a cserpákján meg rajta van egy darab tehénszar. És hát komolyan, itt egy ilyen barna pötty van. Na, hát az nagyon komoly. Ez aztán, öcsém, ez a gáman kamposor. Egy drótkötél le tudna csúszni, úgyhogy beakasztja orrát itt a izébe. Cserpákot, nagyon komoly. Azta! Hát ez meg, öcsém, ez valami nagyon bugyós csávó lehetett. Úgy néz ki, mint a Mike Tyson, csak Mike Tyson, csak fehérbe. Böcce. Na, itt megint egy volt ott egy pipacs is. Pipacs van benne az árpában, nem jó? Ez meg a izébe volt, gyerekek. Milyen film volt? A Gladiatorben volt. Így érkezik haza épp a Gladiator. Oké. Hát ezt a munkát nem csinálnám, bármit is csinál az öreg. Ekkora csekmedbe azért nem mennék neki. Ez lehet, hogy hölgy egyébként. Azért fehér kesztyűt, az esküvő kesztyűt fölvette, az esküvő vőlegény kesztyűt. Na, kettő bála. Ez jobb, mint egy. Fogadjunk, lesz egy bála is. Hát, ez jó. Ez szerintem nem esrádó határa, ezt tudom pontosan, hol csináltak. Ez 100%-ra ezt a képet meg tudnám csinálni, esküszöm. Ja, igen, konnektor. Ide be tudod dugni a izét, a porszívót. Palánta. Ja, oké, jó, köszönöm szépen. Ezt nem kellett volna, de ez leszek, gyerekek. Van difficulty választás, de szerintem easy-n fogjuk tolni. Nevet, nem változtatunk semmit. Azt akartam mondani, hogy nekem egy settings-et adjál már. És mi van? Állj! Ezt a mastert, ezt le kellett vennem, meg ezt a music-ot leveszem, bocsánat, nem tudom mennyire copyrightos, meg nem. Ez így lesz, gyerekek. A mastert is levettük, jó? Mert itt nekem ne izeljen. Na mi van? Van 1 millió izeg, ma euróval kezdesz, ne viccelj. Van egy 50, bazd, van egy 51 részes tutoriál. Hülye vagy? Hallod, ez nagyon komoly, de tudunk egyből playelni. Vannak mód, kereső, van settings. A settingsben grafiket meg kell nézni. High, ez a high van. Ultra van, ultra. Remélem, hogy nem fog kilépni tőle. Ez mi ez? Facing nem kell. Ez a nyél. Minden nyélem van? Hát ez nem tudom, de azt nem akarom már. Itt ez dinamik. Egyébként valamikor az egerem kettőt kattint, azt nem tudom, hogy sikerül csinálnia. Instant. Jó, szerintem úgy nagyjából jó, ugye? Faggalva sincs mit írsz. Jó, remélem, hogy nem. Bazzi, van egy tutoriál, ez rohadt jó. Ez rohadt jó. Figyeljetek, ezt lehet, hogy nem kéne végigcsinálni, vagy végigcsináljuk. Érdekes, mert érdekel ez is, gyerekek. Wow, mi ez? 0% tutoriál komplet. Megvan valami ilyen is, categories. De ez rohadt, tetszik. Basic tutorial, scenarios. Tök jó, egyébként nem, basz, a farming szimulátorban csak egy ilyen nagyon egyszerű tutoriál van, mi? Hát neki álljunk, gyerekek. Tutoriálnak, meg van ez a certificate, azt nem tudom, meg a scenarios. Menj, nézzük bele a tutoriálba, rohadt jó. Player control, jármű control különben. Fú, bazza, nagyon adja. Ez rohadtul tetszik egyébként, már most komolyan. Meg belenézzünk, gyerekek, belenézzünk, hogy kell. Hogy kell elindítani, mert az... Aha, itt van a player control. Nézzük bele, legalább meglátjuk a grafikát, meg mindent. Ez rohadt jól meg van csinálva. Egyébként, amit így kiemeltek a készítők, fú, oda nézzél. Ja, ilyen talajdeformáció van, igen, igen, és innen nem lehet kifogása a Farming Simulator készítőjének, Giant Software-nek, hogy fos a fizika a játékba. Hogyha egy másik cég meg tud jó fizikát csinálni. Jó, gyerekek! Töltődik ez erre! Na, oké.
Isten hozott az első tutoriába. Először a legalapabb dolgokkal kellene megtanulnod, hogy működik az interface, és hogy tudsz interaktálni a cuccokkal. Gyerekek, ez egyébként akad? Bazze. Ja, azt írták, hogy az optimalizáltság. Azt a betyed, ez jól néz ki, testvérem. Na, Aha, ja, tudsz olyat, hogy a kontrollt lenyomod, és akkor tudsz egérrel itten matatni. Figyeled, ez jó. Oké. Kezdés. Vegyük előre. Bazza, ez jó néz ki, nézd valamik milyen tűjéles textúrák vannak. És tényleg úgy van megcsinálva, figyeld, hogy tudsz az egérrel matatni, akkor, hogyha kontrollt lenyomsz. Ez tök állat, mert valószínűleg vannak ilyen gépek. Ez rohadt jó, ez olyasmi lehet, mint a izé. Farmingban is van olyan, hogy a kukorékot a kakas. Tezd, jó néz ki ez a játék, gyerekek. Oké, mentünk előre. Menjünk előre az úton. Oké. Menjünk hátra. Hátra, így. Oké, menjünk balra. Menjünk jobbra. Oké. Bazd meg, egy macska. Nyávog egy macska. Ott egy macska! Pussak elvileg a target ponthoz, futok. Bazd, ott egy kutya. És fussak megint a target ponthoz. Hol az anyámban van a target pont? Vissza! Ez tök jó, ez nagyon jó meg, nekem ez tetszik. Oké. 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 Góto. Fasz, tököm tudja mi az. Nézd, cica! Nézd, cica! Nem mindod! Tudsz vele interaktálni, elfutott, ráléptem kávé a farkára. Az nagyon adja nekem, ez nagyon tetszik, gyerekek. Rohadt jó. És izé, és tök jó a grafika. És az gyerekek sajnos komolyan... Mi a fasz? Igen, van itt egy tehér. Aha, választok. A külső része. Ne, milyen jó animálban van. Először csak a felső testét mozdítja, figyeld. Mert az ember se azt csinálja, hogy toporog, mint az őrült. Az rohadt állat. Milyen az, milyen várja? Hát, az ugra. Ja, lehet, hogy nem így kéne bevenni, várja. Visszanézünk egy ilyenbe. Hogy kell bevenni, mit kell csinálni? Jé. Nem mondod, kellett neki ízé. Hallod? Tudsz neki fütyülni? Tudod hívni? Sohával meg el tudod zavarni? Nem csak statikus dolgok a... hanem működnek az állatok. Tehát érted, most a farmingban úgy van, hogy van egy csomó állat, és nem tudsz el semmit csinálni. Hülye vagy, ez nagyon brutál. Be kell menni oda most. Arra megyek, ha erre mutat a gyíl egyébként. Ez nagyon jó. Ide tudod hívni? Menj ide le! Jaj! Tűnye vagy, ez nagyon jó. Én ezt nagyon élem most már. De ezzel kell valamit kezdenünk. De egyébként az FUV, ez kicsit ilyen nagyon olyan, mint egy kulcsukor keresztül néznek. Nem lehet... Ó, switch map. Save. Settings. Nekem a izé nem tetszik. Azt hol lehet állítani? Gameplay? Hát elvileg a izé grafiknál lehetne állítani. FUV-t tudod? Hú, bazza. Fov! Olyan kéne, hogy fov. Nem látok olyat, bazza. Difficulty, tudod, hogy a rádió. Tök jó. Lehet, gondolom, lehet berakni a saját zenéket. Amúgy tök frankó. Ez tök állat, várjál. Ezt nézem, hogy mivel tudok interaktálni. Ez tök jó, hogy itt nyomsz egy kontrollt. Régi ízé, nem is tudom, ilyen szerepjátékokra emlékeztet ez a dolog. Külső nézet nagyon komoly. Na, oda kell menni. Be kell... Jó, ez akadt egyet. Ott van, hogy mi az aludni dolog? Milyen? Mik ezek itt ezek az ikonok? Mi az a plusz? Ott van, hogy tudsz aludni. Gondolom lehet, itt van a pénzünk. Jó, egyelőre csináljuk a tutoriát. Ez nekem élem, gyerekek. Élem. Ha? Kapcsolod fel a flashlightot. Oké. Okay. Go to field 14.
Menjünk a 14-es fieldhez. Föl tudok menni a létrán, oda azt mondjuk kétlem. Nem, azt nem lehet. Jó, megyünk a 14-es fieldhez. Itt meg a legyek itt köptek minket, mi? Na, igen. Mit kell csinálni? Aktiváljuk a field infót alta. Ah, mi a fasz? Hallod, így meg tudod nézni négyzetméterenként, hogy mi van. Ne szórakozzá. Ez a beteg, betegek, betegek ezek gyerekek, betegek ezek, oké. Okay. Continue. End tutorial. Jó, meg volt az első. Next tutorial. Jármű kezelés. Oké. Okay. És mehetek tovább next tutorialra, ugye? De várjál, nem. Nem tudom melyiket, most melyiket kell választanom, basszus. Jó, menjünk erre. Jármű kezelés, vagy gépkezelés. Hú. Hello! Nem tudom, hogy a loading screennél hallani a beszédemet. Jó, srácok, nem tudom, hogy a loading screennél hallani a dumámat. Aha, amikor betölt, akkor itt van még egy jó kemény FPS dropunk. És azért akkor nem pofázok. De egyébként ide is bevennék. Be lehet járni a házat? Mennyi az anyád? Betett az ajt. Hú, bazd, ez nagyon... Bazd, a gyerekek, ez nagyon komoly. Figyeld! Számítógép, öcsém. És tudod használni? Menj az anyádba, tudod használni a számítógépet. Aj, de jó! Tudsz aludni itt, oda vész. Aj, de jó. De milyen, hogy néz ki ez a játék? Figyeld! Mint egy FPS. Mi ez? Fúj a szél. Figyelj, fölmegyek. Nem lehet fölmenni? Ki lehet menni hátul is, gondolom. Fúj a szél, vagy nem tudom, mi ez a hang. Akkor rohadt jó. Na, ide menjünk. Azt mondja, és nyissuk ki az ajtaját. Oké. Okay. Oké. Okay. Várjál. És tudod, így tudod, ha dobaz, nagyon jól néz ki. Aha, jó. Gyerekek, azért kinéz valahogy az a gép, nem? Figyeld. Hú, föl tudod hajtani, figyeld. Tudsz interaktálni egy csomó dologgal rajta, szerintem benne a kabinban meg még inkább. Hogy kell beszállni? Elvel. Oké. Okay. Várj, most ezt meg kell néznem. Figyeld. Ajtó. Na várjál, nem csukodsz be, csukodj be. Mi van még? El tudom húzni. Rádiót be tudod kapcsolni. Ne viccelj, ne szórakozzál. Ez mi? Basszus, most nem azért, de én le vagyok nyugodzva, tesó. Tükröket tudod állítani? Mi van? Mi van? Mi van? És ez a játék, tudjátok, mikor engedték el a kezét? Nem is tudom, mikor jött az utolsó patch hozzá, vagy 3-4 éve. Hallod? Tudod állítani a kormányt. Tudod állítani, hallod? Ez menj az anyádba, nem? És ezt jól állítottad, szerint. Ez mi? Ablaktörlő? Ah, hát ez nagyon király, gyerekek. Ez mi? Ezt... Tudod forgatni a konzolt, jó, az ablaktörlőt kikapcsoljuk. Jaj, de jó, nem várjál. Azt mondja, hogy tabot nyomja. Switch to next. Oké. Okay. Ja, következő járműre váltottam. Igen, hát ez mondjuk ez oké. Okay. Jó.
Visszaváltunk erre. Nyomjuk meg a numerikus Enter-t. Oh, be is ragadt ez a gombom. Jaj, komolyan! Nem hiszem el, beragadt ez a gombom. Most ezt komolyan mondom, várjatok gyerekek. Fönforgásod, de mi a faszért? Na. Oké, okay, igen. Space-szel ki kell oldanom a kéziféket. Oké. Okay. Ja, hogy? Várjál. Balra kormányzás. Jobbra kormányzás, gyorsítás. Fú. Fék az S. F-fel. Lámpa. Drive the road. Jó, megyünk a roadra. És ez mi az 1-es, 2-es ha dolog gyerekek ott? Halljátok, én nekem külső részletben ezt meg kell nézni. Elvileg a fizika rotteletesen jó ezeknek a gépeknek. De egyébként gyönyörűséges, hallod? Figyelj, hogy világítanak a lámpák. És tök jó, nem úgy gyorsul, mint egy bolond. Le kell jönnöm? Igen, változtassak a kamera perspektíván. Fú, de kurva jól néz ki! Menj a francba! Oda néz, minden pici dolog látszik. Oda néz. Na jó, menjünk egy kört. Ja, egy kicsit van egy kis FPS drofunk. Lehet, hogy kell rajta állítanom. Ja, egy kicsit gépigénye az van neki-e. Szerencsétlennek. Sajnos elég hamar, hogy mondjam. Menjünk be a sílóba. Vagy menjünk a sílóhoz. Körül kell nézni. A kutyát nem állítjuk. Figyelj, van duda? Van. Hello, hello! Figyelj, ott a kutya. Ne, duráltam neki, elfutott. Na. Hoppá, interakció. Fú, de beszme jó vele. Nagyon, nekem ez nagyon bejön valamiért. Ja, azok a izék, a dolgok, amiket tudsz működtetni. Figyelj, egyes gomba, ha tudod működtetni. Kibe tudsz kapcsolni. Ugye az eszközön ma... Így tudod megoldani, látod? Jó, inkább menjünk a izé, menjünk, csináljuk a tutoriált. De ez tök nem műanyagnak tűnik ez a traktor, ez már most jó. Menj az anyádba, várjál, ki kell szállom, hallod? Milyen mutatok valamit nektek, gyerekek? Hogy tudok kiklálni, ki kell nyitni az ajtót, vagy mi? Nyisd ki az ajtót, na. Hogy kell kiszállnom, aha. Jóra kell mennem, de figyeld, 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 figyeld! A gumik! Ott ilyen, ez a sárga por, oda néz, vagy ez a barna por, meglátszik a gumiknak a csak ott a vintáján. Hát mert ott koszosodott, még nem mentünk bele a nagy sárba, nézd meg! Nézd már meg, mennyire jól néz ki! Oké, okay. Ja, egy kicsit, beszállok a gépbe, van ilyen FPS dolog. Egyébként futman sajnos egy feltöltésem, meg egy letöltésem, úgyhogy lehet, hogy az nem tesz jót nekünk. Hova kell ráállnom? Oda kell ráállni. Júj. Már ez a tutoriál egyébként egy nagyon fullos dolog szerintem. Föl kell valamit vennem, igen. Hát ez a tutoriál már egy nagyon full dolog, ez nagyon tetszik nekem, gyerekek. És van súlya a gépnek, komolyan mondom. Érezhetően van súlya a gépnek. Így amikor mész hátrafele, nem tudom elmagyarázni, de így tovább lendül. Már Q-val? Igen, felvettük, jó. Menjünk a 14-es fieldhez. Íh, bazze, lapul a hátsó kerék, oda nézzél, hogy ki van lapulva! Szerint van lap... Ne, jaj, Istenem, miért nem lehet ilyen fizika izébe? És baszit dülöngél a kabin, hallod? Erre egy súly keledol előre vég. Öcsé! Oda nézd, milyen fizikája van. A nézd meg a hátsó kereket. És nézd meg, ahogy koszolódunk. Úgy koszolódik, ahogy kell. Ó, Isten. Kukorékolt a kakas megint. Az a baj, ilyen nagyon buzi sötétbe járt vagyunk most.
Jó, ide jöttem, igen. X-el ki kell nyitni. Ne, várja, 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 szerintem belelaputunk a talajba. Le kell engedni. Oké. Okay. Igen, fel kell emelni. Jó, ezt most már tudjuk. Csukjuk be. És egyelőre csak ezt mutatom. Ó, mi a faszom az a nagy jobb oldalt? Ezt nem is láttam eddig, hogy micsoda kijelzőn van ott. End the cut tutorial. Fú, megy az anyádba, hallod? Gyerekek, nem bírom ki elviselni. Menjünk tovább, radiál menü. Most, ez betme jó. Tényleg, és nem azért, mert a... Nem azért, mert én szeretem a Farming Simulatort is, de egy csomó minden látszik rajta, hogy itt gondolkoztak, és volt bennük... kreativitás. Fú, öcsém, gyerekek, ez nagyon beteg jó. De érdekes, most meg nincs FPS droppunk. Jó, hú. Open radiál menü. Egérga. Select start motor, figyeld! Az első csatoló. Mi ez? Differenciálzár bekapcsolása? Mit csináltál? Középső differenciálzár bekapcsolása. Első differenciálzár bekapcsolása. Négy kerék meghajtás bekapcsolása. Hallod? Ne haragudjatok meg, bazze. Én rohadtul le vagyok nyűgözve. Én nem tudom, nem találok szavakat. Ez pöszbe jó. Igen, mit mond? Mit kapcsoljak be? Switch. Aha, ez. Ja, és akkor itt tudod... Júj, ez egy mekkora innovatív dolog ez is. Nem gombok vannak, hanem itt tudsz ilyen... Eléred olyan dolgokat, amiket tudod a gép... Igen. És akkor ez mi? Hű, még itt van egy csomó minden. Mi, hogy ezt tudod görgetni? Menj az anyádba, mennyi cuccot el tudsz érni? Igen, igen. Tudod forgatni. Ezt akarta tőlem? Mi ez? És nem tudom, mit akar. Jézus Isten, mennyi minden van itt, gyerekek? Itt a Q-val ugye, meg az E-vel még tudsz váltani. Ez mi? Ja, várjál, izét kell, a lámpa, vagy a izét kell bekapcsolnom, azt akarja ő. Ha van egy ilyen lámpa dolog, várjál, Q. Nem tudnám, hol van az. Van egy ilyen forgó lámpa dolog, azt szeretné ő. Ezt. Igen, jó. Én ezt kikapcsolom, hogy idegesít. Igen, tudom ezeket is váltani. Igen. Tudtam ezt. Igen, ha most nyílik szét. És ugye van egy folyamata. Ugye, ami kinyitja ezt az eszközt. Jó. Menjünk meg én, és most csukjuk be. És ugye ennek van egy folyamat, azt jelzi is az azon a körmenün. És halljátok, így rendesen csavarja a gépet a viddel. Komolyan! Oda nézd már meg, hogy néz ki ez a gép, öcsém! Nézd meg azt a gumi textúrázást! Nézd meg azt a belapuló gumit! Nézd meg ezt a gép kidolgozást! Nézd meg azt a csávot, jó, nem a kormányt fogja, az oké. Okay. De az ugye annak is azt is okozhatja, hogy... Aha, várják, fix, mi ez? Aha, le tudom rakni a quick barra bármilyen dolgot, szerintem azt mondja, hogy ezt így. Le tudom rakni, az ötösre mondjuk. És akkor ugye te el tudod rendezni magadnak, ez is... nem. Gyerekek, itt nincs izé, és akkor ötössel tudod használni a dolgokat. Oké. Okay. Q. Ez kellett a tutoriál, gyerekek, mert itt azért merőben újdonságon vannak.
itt mit kell, mit akar van. Ezt szeretné? Nem, ezt szeretné. Aha, kapcsolja be van megint ezt. Milyen lassing? Mit kapcsoljak be? Mi az utolsó gyűrűre menjek. Aha, ezt kapcsoljam le. Jó. Menjünk vissza az első gyűrűre. Igen. Mirot. Ja, motor szekcióhoz. Bazd meg. Állítsam meg a gépet. Oké. Okay. Megállítottam. Várja, hát leállítottam. És nem akar tovább menni. Mi történt? Valamit nem jól csináltam? De baszdmeg jól néz ki az gyerekek. Mi az? Kapcsoljam ki a motort radiálmenübe. De hát ezt kikapcsoltam. Aha, zárjon be a radiálmenüt, jó? Complete. Oké, okay, kész a tutoriál, de ez nagyon jól néz ki, gyerekek, komolyan. Figyeljétek, nézzétek azt a gumit. Meg az van, hogy rálépsz a gázra, és így tovább megy. Kicsit tovább megy a gép. Ilyen érezhetően van neki ízeje, van neki súlya. Van súlya a gépnek. Ez a legdurvabb. És nézd meg, hogy koszosodik. Ilyen... Á, nagyon beteg. Ez nagyon beteg, gyerekek. Én nekem rá kell vennem a földre itt. Oda né, keréknyomok, bazza. Fú, ez meg... Ez mi? Ez mi? Valamit még így is tudsz állítani, de mit? Ha jó. Oké, srácok, figyeljetek. Control, ugye complete. Megcsináltuk a harmadik tutoriált, de én ezt jobban élem ebbe a tutoriált komolyan, mint most már Farming Simulator, de sok minden mást. Hát ez böszben jó. Srácok, írjátok meg ti ezt, akarjátok, hogy folytassuk, csináljunk ebből gameplayt, végig toljuk a tutoriálokat, utána megcsináljuk mindent. Aztán, ez nagyon jó. Jó, összesen itt van, hogy 10 tutoriál, ebből ugye ez ennyi, meg annyi, oké. Jó, úgy, megyünk gyerekek, megyünk. Nekem ez nagyon bejön, nagyon bejön. Tényleg, annyi innovatív újdonság van benne, hogy az őrület. Na, köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, csá-csá!